támogasd adód 1%-ával a Krisna Egyházat. Mi megdolgozunk érte. Igaz ugyan, hogy nagyon sokat dumálnak, viszont elképesztően nyitottak és állandóan jókedvűek. Ez annyira hiányzik jelenleg a társadalomból, ez a fajta hozzáállás, hogy én azt gondolom, hogy ez önmagában is példaértékű. Kevés viszonylag az olyan anyag, ami egy igazi ilyen szellemi kihívást jelent, ahol az ember meg tudja mutatni azt, hogy ő mit lát a világból, mit tud adni a világnak. Mi ugye mindig kérünk a világtól, a vedd meg ezt, vedd meg azt, és ezt felöltöztetjük. A reklámszakma alapvetően tényleg arról szól, hogy serkentsük a fogyasztást, dolgokat adjunk el. És ezért szerintem mindannyiunkban benne van az az igény, hogy valami jót is csináljunk. Azt a tudást, hogy nekünk az a szakmánk, hogy hatással legyünk az emberek viselkedésére és tevékenységére, azt használjuk jóra. És ennél jobb ügyet ugye nehéz lenne elképzelni. 15. éve aktívan részt veszek az 1%-os kampányok elkészítésében. Nagyon szeretek más ügynökségeket is bevonni. Idén nagyon örültem, amikor a Deep Insight rápollintott, és közösen tudtunk dolgozni az idei 1%-os kampányon. Nagyon jó és különleges üzenetet sikerült megfogalmazni a Deep Insight-nak. Ilyen jellegű kampány mégiscsak egy hasznosabb tevékenységnek, vagy hogy mondjam, társadalmi szempontból mindenképpen hasznosabb tevékenységnek és ilyen szellemi kihívásnak gondolunk, ezért nagyon örültünk, amikor a Krisna munkát újra megkaptuk. Hogy minden nap, naponta több ezer adag ételt jószolgálati módon a rászorulóknak szétosztanak, ez egy olyan csodálatos dolog, amit nem kell felfújni, nem kell felcicomázni, ezt egész egyszerűen csak el kell mondani az embereknek. A tavalyi adatok szerint 2 millióan nem ajánlják fel az egyházi 1%-ot, és itt láttok egy nagyon fontos üzenetet a lakosságnak, hogy a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Szervezete az adóbevételük ebből befolyt 1%-át szintén társadalmi tevékenységekre fordítja. Naponta 5000 tál ételt osztanak ki a rászorulóknak, működtetnek egy nemzetközileg is elismert ökofarmot, ami tulajdonképpen az önfenntartásnak egy példaértékű bemutatása, és ehhez mindannyian tudjuk, hogy szükségesek anyagi források. És ezekből a forrásokból tudják folyamatosan fejleszteni, úgy az ételosztást, úgy a farmon történő ökológiai fejlesztéseiket, amivel tulajdonképpen nagyon-nagyon aktív szereplői a társadalomnak. Egyre több embernek van szüksége arra az ételosztásra, amit a krisnások csinálnak. Megváltozott egyébként a sorban állók összetétele is legjobb tudomásunk szerint, tehát most már nem csak a hajléktalanok vannak, vagy nem a hajléktalanok vannak többségében, hanem bizony az elszegényedett réteg is ott áll sorba ételér, és nem egy divatrendet követ, hanem éhes. Ezt a fajta derült nyitottságot és a társadalmi hasznosságot összeadjuk, abból már csak össze lehet kalapálni valamit, gondoltuk mi, amikor a reklámkampányról elkezdtünk gondolkodni. Nekem különösen a szívemhez közel áll, az pedig a világgal, illetve a természettel való együttélésben a harmóniára törekvés. Ez kevésbé fordítható le úgymond közvetett vagy közvetlen hasznosságra, viszont a példamutatás értéke az annál nagyobb. Tehát egy olyan világban élünk, ahol egy szakadék felé rohan az emberiség, bármilyen drágmaian is hangzik ez. Optimista forgatókönyvek jelen pillanatban még kevéssé látszanak. Szóval az, ami Krisna völgyben történik, az, ahogy a természethez viszonyulnak, az, ahogy az emberi közösségekhez viszonyulnak, az mindenféleképpen példaértékű, és ez a ételosztás mellett a másik olyan fontos aspektus, amit kiemelnék. Én, mint civil ember, én azért nagyon szívesen támogatnék egy szervezetet, akár egy egyházat, akárkit, amit csinál, nem azt, amit mond. Amit a Krisna
tudatú hívők csinálnak, az egy kőkemény munka. És az igazi felismerés az volt, hogy amit az 1%-ukat felajánlók csinálnak, az is egy kőkemény munka. Akkor jutottunk el odáig, hogy ne mondjuk azt, hogy neked csak 1%, hanem mondjuk azt, hogy ezért az 1%-ért te is kőkeményen egy éven keresztül megdolgoztál. Na most mi ugyanezt csináljuk. Te is sokat dolgozol azért, hogy elérd a céljaidat, stb. Tehát amit kérünk tőled, az nagy dolog. Add nekünk ennek a soknak az 1%-át. Mi is nagyon sokat dolgozunk, mert ebben hiszünk, ez a mi hitünk és ez a mi küldetésünk. Nagyon örülök, hogy most már több mint 15 éve részt tudok venni én is egy ilyen fontos dologban, és nagyon remélem, hogy még a jövőben is aktív tagja tudok lenni az egyházi 1%-os kampányoknál. Nagyon köszönöm az egyháznak, hogy lehetőséget biztosít évről évre, és nagyon remélem, hogy az idei 1%-os kampányunk is sikeres lesz, és még többen ajánlják fel nekünk az adójuk 1%-át. Én nagyon szerettem volna koszos krisnásokat mutatni, de nem nagyon találtunk, be kell, hogy valljam. Még a földeken is olyan kis tüktigek voltak, hogy mindegy. Lényeg az, hogy komolyan sárba reggeltől estig dolgoznak. Nem tudom, hogy látott-e már valaki olyan konyhát, ahol 2-3 ezer adag étel készül folyamatosan. Azt nem lehet csak így hobbiból csinálni, mert most éppen úgy érzem, hogy én jó vagyok, és akkor majd egy kicsit segítek az embereknek. Ehhez olyan szintű következetes, hosszú távú mánia, elhivatottság, hogy ne mondjam, hit kell, hogy ez profikat igényel. Tehát, hogyha össze kéne foglalni, akkor azt mondom, hogy ne a hitünket támogassátok, hanem támogassátok azt, amit csinálunk. Támogassátok az ételosztást. Ugye ez mindenkinek nyilvánvaló, hogy ez fontos. Támogassátok azt a fajta kutatást, ami a fenntarthatóbb jövőről szól. Ugye ez mindenkinek fontos. Támogassátok azt a környezettudatos hozzáállást, amit hosszú ideje és következetesen használunk és alkalmazunk. Ezekre kérünk szépen támogatást, mondja ezt a mi kampányunk. Nem pedig arra, hogy mi a hitünket tudjuk gyakorolni. Köszönjük szépen a hitüket, nagyon jól tudják gyakorolni ezek nélkül, a támogatások nélkül is akár. Támogasd adód 1%-ával a Krisna Egyházat. Mi megdolgozunk érte.